Szent Lipót templomban vagyunk Budafokon, és azért szeretem ezt a templomot, mert nagyon hasonlít az én szülőhelyem templomához, ahol nevelkedtem, ahol megkereszteltek, ahol első áldozó voltam, bérmálkoztam, és hát tudatosan kerestem Budapesten olyan helyet, amelyik ehhez nagyon hasonlít, amelyik ugyanolyan otthonos, annyira vigyáznak rá, és talán itt lehetek önmagam. Az a gyerekkori önmagam, amit és akit nem szeretnék elfelejteni soha. Sok gyerekdarabban játszottam már, az első talán a Tükörbohócok volt, egy olyan mesejáték, amit kifejezetten nekem írtak, és ezt a Thália Színházban nagyon-nagyon sokszor játszottuk. Hát most a Rumini ez. Nagyon jó a felnövekvő nemzedéknek játszani, mert nagyon nyitottak, nagyon kedvesek, és ettől izgalmas és fontos, és nagyon felelősségteljes. Örülök neki, hogy nem csak a legkisebbeknek játszhatom, hanem például a gimnazistákkal is együtt lehetek 14-től 18 éves korosztályig minden nyáron Csíkcsomortánban a versszerető és verskedvelő fiatalokkal. Ez egy különleges élmény, nem csak a helyszín miatt, hanem azért is, mert itt szavaló versenyek győzteseivel vagyunk együtt, és együtt énekelünk, táncolunk, kirándulunk, és akkor a versekről is nagyon sok szó esik. Tehát majdnem minden hobbim benne van, és ott van, és hát ez a korosztály meg különösen kedves számomra. Hallod-e te, szelidecske, leány vagy-e, vagy menyecske? Nem vagyok én, szelidecske, sem leány, de sem menyecske. Meringerti virág vagyok, a harmatért majd meghalok. Meringerti virág vagyok, a harmatért majd meghalok. Minden szerepet előről kezd az ember. Tehát itt nincs olyan, hogy most akkor valamit elértem, és akkor ülök a babérjaimon, és akkor azzal életem végig el vagyok. Tehát minden szerep nulláról kezdődik, mert emberábrázolás folyik, jó esetben. De én még abban a színházban nevelkedtem, és engem még a Nemzeti Színház nagyjai ebben a szellemben neveltek, hogy embereket ábrázolunk, márpedig minden ember Isten egyedi csodája. Én hatok a szerepekre, és a szerepek visszahatnak rám. Tehát sok olyan szerepre emlékszem, ami alatt egészen másképp viselkedtem, másképp éltem az egész próba folyamat alatt, vagy a játék folyamat alatt, mint ahogy egyébként. Tehát nagyon mély hatást gyakorolunk egymásra. Ezeket a nagynő alakokat nagyon jó írók írják, ezért talán ez a nagy hatás, mert az én gondolataimat is, az én gondolatkörömet is tágítják, és én is tehetek hozzá a saját személyiségemből mindegyikhez. Ez küldetés, ez a pálya. Hiszek abban, hogy a Jóisten mindenkinek feladatot szán, és az enyém talán ez. Onnan gondolom, nagyon félünk ettől a szótól manapság, főleg, mert kicsavarják, becsavarják, átértelmezik. De szerintem ez sokkal egyszerűbb ennél, hogy mit értek ez alatt, hogy küldetés. Amikor megpróbáltam a pálya felől egy kicsit elballagni, vagy odébb menni, akkor mindig rákopintott az orromra, Jóisten. Az emberek szeretik, hogyha valaki felfedezi nekik számukra a megfelelő szöveget, a megfelelő mondani valót, amit ők nem tudnak megfogalmazni. És ez sokszor kapom meg, és ez az egyik nagy jutalmam nekem színművészként, hogy ha esetleg találok olyan sorokat, amik nekik sokat mondanak, amik számukra fontosak lesznek, és akkor megkérdezik, hogy hol találtam, hogy mi volt ez, utána néznek. Tulajdonképpen nagyon vágynak az emberek az ilyen szavakra, a költészetre, nagyon fontos számukra. Kaphat-e többet ember, mint egy másik embert, aki a nagyságról való álmát szegzi rá tekintetében? Ez egy Németh László idézet, és akkor így folytatódik a saját kis gondolat, hogy az ön alakítása emberségről, hitről, a hétköznapok szürkeségén felülemelkedő erkölcsi tisztaságról, önmagunk vállalásáról szólt. Ez volt első igazi színházélményem, amelyért köszönetet mondok önnek.